Szeretettel köszöntöm Önöket, itt van velünk a stúdióban dr. Szegő Péter, az Orvos Intézet orvosigazgatója. Doktor úr, egy olyan témában kérdezném Önt, melyet az emberek nem igazán beszélnek meg egymás között, még a reklámokban is úgy halljuk, hogy így suttogva, kínosan, kis kedves manók képében találkozhatunk velük, ez pedig a körömgomba. A körömgomba, melyet, hogyha nyáron nem viselünk nyitott cipőt, akkor akár egy életre is elrejthetünk, ha nem is a házastársunk, de a társadalom elől. Hogyan alakul ki a körömgomba? Ez egy fertőzés. Itt nagyjából arról van szó, hogy vagy spontán, vagy valamilyen hajlamosító tényező hatására a körömlemezben, vagy a körömlemez alatti területen egy gombás fertőzés kialakul. Ez hát az esetek egy részében nyilván látványos, tehát az illető nem szereti azt, hogy kinéz a lába, nem valóban, ahogy ez egyébként a reklámokban szerepelni szokott, rejtegeti, nem vesz nyitott cipőt, állandóan az okniban jár, stb. Az esetek kisebbik részében ez lehet egy anyagcsere vagy keringési zavarnak a következménye, illetve azt tudni kell, hogy ilyen esetben ez a terület, illetve a szomszédos területek azok fertőzési kapuként tudnak működni, tehát hogyha valakinek mondjuk egy gombás körme van, akkor az többek között például egy ormáncra hajlamosabbá válik, mert azon a felszakadozott körömlemezen, illetve hát leginkább a mellette lévő bőrön keresztül kórokozók tudnak konkrétan behatolni az alsó végtag bőre alá, és ezek ott szépen elszaporodva egy ormáncot például tudnak okozni. Tehát az esztétikumon kívül, meg a következményeken kívül a hátter az, ami nagyon érdekes ezeknek a betegségeknek. Itt általában egyébként két dolgot minimum érdemes megnézni, az egyik az alsó végtagnak a keringési zavara, a másik pedig egy cukorbetegség. Tehát vannak hajlamosító tényezők? Van, lehet, hogy valaki ugyanabban a körömgombás zuhanytálcába áll be, mint a másik, de mégse kapja el a körömgombát? Hát a fertőzésnek nyilván el kell érni azt, akinek ez a betegsége kialakult. Tehát ezt, hogyha valaki... egy hajlamosító tényező plusz a fertőzés, ez csodálatos, romantikus találkozás. Képes, így van, igen. Igen. Tehát, hogyha valaki már megfertőződött a körömgombával, ilyen városi legendákat lehet hallani, hogy abból aztán egy életre nem lehet kijönni. Tehát ezt lehet ecsetelgetni, ráolvasni, leszedetni, visszatetetni. Tehát mindenféle extrém megoldásokat lehet hallani, de van megoldás a körömgombára? Ha valaki ezt otthon saját magának szeretné kezelni, akkor a probléma általában a kitartással van. Mert ezt körülbelül egy éven keresztül, de 9 hónapon keresztül mindenféleképpen folyamatosan kezelni kell ecsetelővel, és amit nagyon sokan el szoktak mulasztani, hogy azokat az eszközöket, amivel egyébként az ember ezt otthon magának kezelni, azt minden egyes kezelést követően fertőtleníteni kell. Hogyha ezt elhanyagoljuk, akkor saját magunkat fogjuk visszafertőzni ezekkel az eszközökkel, és reszelgethetjük, meg vagdoshatjuk, meg csinálhatunk vele mindent. Tehát van egy ecsetelő, akkor azt le kell fertőtlenítenem másnap is? A reszelőt, a kisollót, amivel hozzányúltam a körmömhöz, azt mindenféleképpen fertőtleníteni kell. Ez általában ki szokott maradni. De akkor így a család felé is van az embernek egy ilyen felelőssége, hogyha valakinek körömgombája van, akkor ne járjon mezitláb, illetve ne használja közösen ugyanazokat az eszközöket. Hát igen, innentől kezdve ez egy nehéz szituáció. És tényleg az esztétikumon kívül azért ennek lehetnek egyéb következménye is. Most, hogyha ha azt nézem, hogy lehet még kezelni ezt az állapotot, akkor nyilván szájon keresztül adott gombaölő készítményeket lehet még esetleg igénybe venni. Azokat én saját magamon nem kifejezetten alkalmaznám, főleg hosszú távon nem. Ezek általában a májra kifejezetten káros hatású készítmények tudnak lenni, tehát nem biztos, hogy többet nyerek a réven, mint amennyit buknék a vámon, tehát azt én nem. Ami viszont egy olyan kezelési lehetőség, ami hát haszon-rizikó arányát tekintve egy kifejezetten jónak minősül, az a lézeres kezelés ennek az egésznek. Tehát ez nem ecsetelés, nem ráolvasás, nem gyógyszerkedés, nem leszedés, hanem van erre egy extra út, amiről még nem tudunk? Így van, pontosan. Hát aztán ismert vagy nem, ezt ki eldönti magának, lehet, hogy van, aki már hallott róla, a többség gondolom még nem. Ezek úgy működnek, ezek a kezelések, hogy a körömlemezből egy részt nyilván le kell venni, ez reszeléssel történik, majd ezt követően egy kifejezetten erre a célra kitalált lézernyalábbal az egész körömlemezt elkezdjük kezelni. Ez a lézernyaláb úgy van kitalálva, hogy maga az energia, amit lead, az energia, amit közlünk a szövetekkel, azok úgy adódnak le, hogy a gombafonalakban, a gombasejtekben tesznek kárt. Melegedést azt lehet közben érezni, egy minimális mennyiségű ebből adódó fájdalmat is talán lehet egyébként érezni, de ami egyébként következik, az, hogy a gombafonalak ettől annyira károsodnak, hogy konkrétan az egyetszámuk az egyre inkább csökkenni fog, majd a kezelések folyamán ezek el is fognak pusztulni.
A probléma ott van egyébként, és azért kell ehhez is egy kis kitartás, mert az új körömlemez képződéséhez ahhoz azért idő kell. Tehát, hogyha valakit ez nagyon mélyen érint, és az egész körömlemezének újra kell nőnie, akkor azért az 9 hónapnál rövidebb idő alatt ritkán szokott bekövetkezni, addig pedig a körme ugyanúgy fog kinézni, de a fertőzéstől már megszabadult. Ez egy alkalmas kezelés? Nem, ez több alkalmat jelent. Viszont a végeredménye az, hogy tényleg nem kell más kezeléshez folyamodni, ezzel ez meg is gyógyul, csak mire az esztétikon visszatér, az egy kicsit hosszabb idő. Tehát akkor erre is van megoldás. Van, igen. Sokkal szélesebb körben kell akkor ismét körülnéznünk, mint ahogy ezt eredetileg gondoltuk. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. A műsor támogatója az Orvosintézet, a hely, ahol ön is meggyógyulhat.